Kevesen élnek az önellenőrzés lehetőségével az adóhatóság felé, pedig sokszor érdemes megfontolni ezt az opciót is. Erről beszélgetek stúdiónk vendégével, a vállalkozói sarok keretében Marjai Gyulával, a VOSZ Budapesti és Pest-megyei regionális szervezetének elnök helyettesével. Üdvözlöm! Adódik a kérdés, hogy voltak éppen mire jó az önellenőrzés, milyen esetekben érdemes használni, és hogy működik ez? Hát tulajdonképpen ugye ez egy nagyon régi találmány. Önellenőrzés régen úgy hívták, hogy önrevízió. Nekem volt egy kedves kollégám, akitől kérdeztem, hogy önrevízióval mi van, azt mondta, hogy nem tegeződünk, akkor ez terevízió. Úgyhogy üdvözlöm én is a Zugló TV kedves nézőit és önt is. Igen, ez egyébként egy jó találmány, az önellenőrzés. Az adó eljárás rendje tartalmazza ennek minden egyes pontját, hogy hogyan kell végrehajtani, de néha nem árt, ugye a múltkori adásban a könyvelőkről beszélgettünk, a jó könyvelőkről, míg a jó könyvelő is tévedhet, és ennek következtében, hogy a későbbiekben, mondjuk egy NAV ellenőrzésnél ne legyen bírság, amely tudjuk jól, hogy 50%-nál kezdődik, nagyon jó esetben mérsékelhető esetleg 25%-re, de a felső határa akár 200% is lehet ugye a nem megbízható adósok vonatkozásában. Ezzel a módszerrel, illetve ezzel az önellenőrzéssel, ha átnézzük mondjuk egy NAV ellenőrzés előtt a könyvelésünket, akár visszamenőleg egy-két évre vonatkozólag is, helyesebben mondva, akár ötre is, mert öt az elévülési, öt esztendő, mindenki jól tudja, vagy éppen persze, hogy tudja, remélem mindenki, csak emlékeztetem rá, hogy öt év az elévülési idő, tehát a NAV öt évig vizsgálhat visszafelé, és ezt meg egy-egy vizsgálat előtt, amit nem tudjuk mikor van, valaki átnézi, egy adószakértő, adótanácsadó, a könyvelő által készített könyveléseket, kimutatásokat, lehet, hogy nem talál benne semmit, és minden rendben van, de ha talál benne, akkor fölhívja a vállalkozónak a figyelmét arra, hogy itt találtam egy olyan hiányosságot, ami adóhiánnyal jár, hangsúlyozottan adóhiánnyal, lehet, hogy egy véletlen tévedés, vagy egy rossz elütött könyvelés tételből adódik, és ezt követően egy önellenőrzést fogunk benyújtani az adóhatóságnak, amelynek az ára jóval kevesebb, mint ha a NAV találja meg ezt a hibát. Ugye ezt szerettem volna kérdezni én is, hogy mennyibe kerül az önellenőrzés? Az egy dolog, hogy ha adóhiány miatt kerül erre sor, akkor nyilván ezt az adóhiányt ezt be kell fizetni. De van-e ezen felül valami fajta illeték, büntető, díj, kamat, bármilyen fizetett? Ezt úgy hívják, hogy önellenőrzési pótlék. Az önellenőrzési pótlék összege az az esedékességtől, tehát a bevallás esedékességtől számítottan a feltárás időpontjáig, tehát amikor beadom az önellenőrzésre az új bevallást, addig kell kiszámolnom, ez a naponta számolva a mindenkori jegybanki alapkamat, ami tudjuk, hogy nem túl nagy, jó, most egy kicsit növekedett az elmúlt néhány tizedet az elmúlt időszakban, de még ugye most is az 1% körüli nagyságrendnél tartunk, annak a 365-öd része. Tehát ha egy évet nézünk, akkor komoly 1%-os önellenőrzési pótlékot kell befizetni, kerekítve most természetesen mondtam, az adóhiány után. Tehát nagyon megéri ezt megtenni, mivel az 50%-os bírság helyett azért az 1%-os önellenőrzési pótlék az elég, tehát sokkal barátságosabbnak tűnik, én azt hiszem, ezt mindenki érti. Van-e, vagy ez csak egy teljesen fiktív elképzelés, önellenőrzés abban az esetben, hogyha adó többletről van szó? Van. Tökéletesen jól gondolja, van. Minden további nélkül, ha én észreveszem, vagy aki fölülvizsgálja a vállalkozásnak a könyvelését, és több adót vallottunk be valami, ismételtem valami, vagy jogszabály nem kellő ismerete miatt, vagy egy adminisztrációs tévedés miatt, akkor természetesen az elévülési időn belül, tehát az említett 5 éven belül, minden további nélkül ezt az adót vissza
kérhetjük, beadjuk az önellenőrzést. Ekkor is kell pótlékot fizetni? Nem kell pótlékot fizetni, ebben az esetben nem kell pótlékot fizetni. Nem is jár az adóhatóságtól sem az adótöbleten túl vissza valamilyen kamat, mivel hát mi hibáztunk ebben az esetben, de az összeg visszajár. Ha ez egy nagyobb összeg lenne, akkor azért arra számítani kell, hogy az adóhatóság esetleg megvizsgálhatja az egész eseményt, az egész önellenőrzéses procedúrát. Természetesen, ha mondjuk ez egy olyan önellenőrzés, többlet, maradjunk a többletnél, amire rálát az adóhatóság már a mostani információi alapján, lásd, online számla beküldés és így tovább, abban az esetben nem biztos, hogy ez fölülvizsgálja, mert látja, hogy jogszerűen történt ez az önellenőrzés, mondván nekem visszajár mondjuk az az általános forgalmi adó, ennek következtében várhatóan nem fogja vizsgálni, hanem szépen visszautalja, vagy oda átkönyveli, mondjuk egy átvezetési megbízással egyetembe, ahova mi kérjük ezt az adótöbletet. Tehát ez nagyon jó, hogy fölmerül, tehát nem csak akkor önellenőrzünk, ha adóhiánnyal, bevallásban valamilyen eltéréssel találkozunk, hanem pont fordítva is, így azt is föltárhatja egy szakértő, hogy a könyvelő valamivel több adót vallott be és fizetett be, mint amennyit kellett volna. Akkor a képletes kérdések utolsó példánya következik, hogy mi van akkor, hogyha nem is adóhiányról vagy többletről van szó, hanem valamilyen mondjuk nullás kötelezettség bevallásáról, és ez maradt el, esetleg éppen azért, mert ez egy nullás kötelezettség lenne. Ezt már nem önellenőrzésnek hívjuk, ezt már a bevallásnak a pótlásának hívjuk, ezt a feladatot, amely tulajdonképpen egy egész más csatorna, ha mondjuk egy nullás bevallást elfelejtek beadni, akkor én arra tulajdonképpen erre is egy utóellenőrzés fölhívhatja az adózónak a figyelmét, mert többnyire ezek mulasztási bírságot vonnak maguk után. Amennyiben ugye nincs olyan feladat, ami mögött adó, illetve adóhiány lenne, abban az esetben ugye a mulasztási bírság az, amit az adóhatóság kivethet. Tehát nem adtam be hosszú ideig valamilyen nullás bevallás, bizony 100-200 ezer forintos mulasztási bírság mellett újra be kell ezeket adni. Ebben az esetben tényleg azt kell tenni, a föltárjuk, azonnal be kell adni ezeket a nullás bevallásokat, tulajdonképpen valószínű, hogy nem fogja az adóhatóság szankcióval tolerálni, illetve hát szankcióval büntetni, hogy mi később adtuk be, ha önként tesszük meg ezt a bevallást. És van még egy dolog, amit nem javíthatunk, ez nagyon fontos, amiben korábbi döntésünket, amiben döntésünket megalapoztuk, például a vállalkozás indításakor, vagy menet közben átálltunk az alanyi adómentes tevékenységre, áfa alanyi adómentesre, és mégis meggondoljuk magunkat, hogy valami nem, mégse jó ez nekünk, sajnos ezt nem önellenőrizhetjük, ezt a típusú úgynevezett döntés utáni helyzetet, hanem meg kell várni a jogszabály adta lehetőségeket, hogy áttérjünk esetleg egy másik adózási formára. Tehát azért vannak korlátai az önellenőrzésnek, és még egy fontos korláta van, ha a NAV hozzánk bejelentkezett, és megküldi a megbízó levelet, hogy jó napot kívánok, én hónaptól önellenőrzök önöknél. Ellenőrzök. Ellenőrzök önöknél. Ebben az esetben megszűnik az önellenőrzésnek a lehetősége, tehát onnantól kezdve már nem adhatom be az önellenőrzési lapot. Hú, most akartam éppen önellenőrizni, mert van egy millió forint adó hiányom, sajnos nem tehetem meg, ezért mondtam, ugye, a riportunk elején, hogy még mielőtt a NAV megjelenik, az előtt érdemes átnézetni az embernek a könyvelését. Ha már az elszólás, van-e olyan eset, vagy ez fogalmi képtelenség, hogy a NAV mondja azt, hogy kéne önellenőrizni?
Egyáltalán nem fogalmi képtelenség, sőt az utóbbi időben egyre szaporibb és egyre gyakoribb ez a fogalom. Nevezetesen sok vállalkozó kapott már olyan értesítést, hogy támogató ellenőrzést rendelt el a NAV bizonyos vállalkozásoknál. Ez azt jelenti, hogy az ő ismerete szerint, tehát a beadott bevallások, online számla érkezések és minden más információ alapján eszméletlen mennyiségű információt gyűjt a NAV, tehát ezt azért jó, ha mindenki tudja, hogy majdnem mindent látnak, a béren keresztül ugye az összeszámla mozgás, mindent. Ebből ugye elemzéseket készít, és látja, hogy a bevallásom, amit beküld a vállalkozó, nem egyezik, teszem azt, a bejövő és kimenő számláknak az áfa tartalmával. Ebben az esetben úgynevezett támogató ellenőrzésre szóló megbízó levelet ad, és fölhívja a vállalkozó figyelmét, hogy ő úgy látja, hogy valami nem stimmel, adóhiánya keletkezett. Adótöbletesről még nem hallottam. Adóhiányosról már igen, de lehet, hogy van. Tehát adóhiánya keletkezett, vizsgálja fölül a nyilvántartásait, és ha úgy látja, és itt jön a ha úgy látja, akkor önellenőrzés keretében helyesbítse ezeket a nyilvántartásokat, és adja be a helyes bevallást. Na most ez nem kötelező, de ha ezt nem teszem meg, nem nézem meg, hogy biztosan nekem van igazam, akkor ennek a következménye várhatóan egy helyszíni egy igazi NAV ellenőrzés. Amikor majd a NAV szakemberei megmondják, revizorai megmondják, hogy valóban helyesen jártam el, vagy pedig nekik volt igazuk, hogy mégiscsak meg kellett volna azt az önellenőrzést tenni, csak akkor még néhány százalékért, vagy néhány ezer forintért, most pedig esetleg, mikor ők már kijönnek, akkor egy rendes munkadíjat idézőjelbe tettem, és ezért meg fognak engem róni, még az idézőjel is, a munkabéren a bírságot értem, szabnak ki rám, amely ugye hát az előzőekben említettekben, ugye akár 50% vagy akár ennél magasabb is lehet. Záró kérdés, lehet-e az önellenőrzést önellenőrizni? Rájövök, hogy hoppá, mégse így gondoltam. Lehet. Mégpedig ezt úgy nevezzük, hogy újbóli önellenőrzés, másodszorra, harmadszorra is lehet önellenőrizni. Ha adóhiányt állapítok meg a következő alkalomban is, ez egyébként előfordul gyakran az általános forgalmi adónemnél, hogy valami számlák később jönnek, vagy éppen az a számla nem került bele még a havéba, amit kibocsátott a vállalkozó, tehát ilyenek előfordulnak. Ebben az esetben az önellenőrzési pótlék a jegybanki alapkamat másfélszerese, amikor már újra ellenőrzök. Tehát lehet, a gyakorlatban elő is fordul sokszor, főleg a közepes és nagyobb cégeknél, de minden önellenőrzés egyébként egy természetesen feladat és munka, és ugyanolyan, hogy mondjam, odafigyelést igényel, sőt talán jobbat is, mint egy-egy bevallásnak az elkészítése. Köszönöm szépen ezeket a remélhetőleg hasznos, mindenki számára hasznos információkat. Remélem én is, hogy segítettem néhány vállalkozónak. Én is köszönöm.